annyit mondott Áron, hogy itt van előképzettség, viszonylag komolyabb, úgyhogy hoztam mindenfélét, remélhetőleg. Ha bármi kérdés van, természetesen nyugodtan kérdezzetek. Én felmerem ajánlani nőlétemre, hogy tegeződjünk, és tényleg nyugodtan közbe lehet vágni. Annak idején én PhD-s koromban, tehát a Debreci Egyetemről vagyok itt, és PhD-s koromban tetszett meg ez a téma, az e-voting. Az egész úgy indult, hogy odajött hozzám a témavezetőm, hogy kell véleményt nyilvánítani, biztos más egyetemen is van ez az akkreditációs, vagy valamilyen jellegű folyamat, ahol véleményt kell nyilvánítani a hallgatóknak, és ugye az úgy történik, hogy papíron kiadjuk, összegyűjti az oktató, és beviszik borítékba, és hogy ezt mindet, hogy lehetne elektronikusan. És akkor végül is így indult el az egész témában a munkám, illetve a kutatásom. Tipikusan kriptográfiai protokollokról lesz szó, és nyilván ez a lényeg, hogy ez bizonyos kriptográfiai sémákból, primitívekből épül fel, és ezeknek a megfelelő módon való alkalmazása, hogy a végén azért a bizonyos biztonsági szempontoknak minden megfeleljen. Tehát kicsit azért általánosabb dolgokat is hoztam, hogy egyáltalán körülbelül hol tartunk most az elektronikus szavazás terén, tehát először azzal kezdeném. Aztán utána már egyből azokat a biztonsági elvárásokat részletezném, amelyek tényleg fontosak egy-egy ilyen protokoll készítésénél. Milyen fajta kategóriák vannak? Hát ez a három fő kategória van, a vakaláírásos, a homomorf és a mixnet, és akkor ezekre néhány, nyilván amilyen sémákat szoktak, vagy primitíveket szoktak használni, illetve ezeknek a konkrét néhány rendszert is hoztam. Hát az ACE szavazó rendszer az, amit én úgy gondoltam, hogy ő neki nem is inkább az, hogy kriptográfiai protokoll magas szintű vagy összetett dolgokat használnak, komplex rendszereket, hanem nyilván az, hogy ez a gyakorlatban is működik, és interneten keresztül szavaznak, tehát erre feltétlenül nem akartam, hogy kimaradjon. Tehát ha átgondoljuk, akkor ugye maga a szavazás folyamata, az a valóságban, most a hagyományosra gondolok, az ugye úgy történik, hogy elsőnek belépünk egy szavazó helyiségbe, és aztán hitelesíteni kell magunkat a személyigazolvánnyal, egy listán megnézik, hogy szereplünk-e nyilván az adott körzetnek megfelelően, szavaztunk-e aznap már, vagy egyáltalán szavaztunk-e, jogosultak vagyunk-e, hogyha igen, akkor pedig ugye belépünk, hát itt már egy elektronikus verzió van, de bár nem biztos, mert lehet, hogy csak egy ilyen kis ilyen szavazó fülke, de belépünk hivatalosan egy fülkébe, és ott ugye nem lát minket senki. Ugye mindezt, hogyha elektronikusan szeretnénk megvalósítani, akkor ezt tudnunk kell, és ott kitöltjük az lapot, összehajtjuk, és bedobjuk az urnába. És aztán utána a határidő lejárta után ezt az urnát ugye kinyitják, összeszámolják. Ugye az összeszámlálás is esetében is ugye a szavazóbizottság számolja, ami azt jelenti, hogy ezek többféle parti, tehát többféle pártnak a tagjai vannak ott. Tehát ez egy olyan bizottság, ami úgy együttesen nyilván mondjuk így, hogy megbízható. Tehát valahogy ezt kellene modellezni. De most hivatalosan az elektronikus szavazás az ugye azt jelenti, hogy elektronikusan rögzítik, tárolják, hogy feldolgozzák ugye ezeket a szavazatokat. Többféle formátuma van. Az egyik ugye, ami talán a legérdekesebb, az internet szavazás, ezt úgy is hívják, hogy remote voting, tehát hogy távoli szavazás. Ez tipikusan azt jelenti, hogy valamilyen olyan otthonról számítógép, saját PC-nken keresztül tudunk szavazni. A kioszk, ott már valamilyen szavazógép áll a rendelkezésünkre, de nem kontrollált környezetben, tehát nem a szavazó helyiségben, ami ugye valami iskola, vagy esetleg valamilyen helyen, egy áruházba például, ott bárki oda mehet és ott szavazhat. Nyilván ekkor is van szavazó, tehát ez ténylegesen csak a szavazatokat adjuk le ezeknél a gépeknél, és a hitelesíteni kell a szavazót, és akkor ott van valamilyen személyzet, aki ezt elvégzi. Vagy ami elég híres és sokat hallottunk, azok a szavazógépek, ugye ez a DRE gépek. Ezek szavazó helyiségeken történik, ugyanezeken a gépeken keresztül a szavazás, ugye valamilyen érintő, képernyős vagy nyomógombos. És hát ugye
Gondolom ezért lett kérdezve az amerikai, mert hogy ott elég sok probléma merült fel, biztos hallottunk híreket, hogy tönkrementek a gépek, a szavazatok elvesztek, na akkor kinek a szavazatai vesztek el, akkor most ki jöjjön újra, tehát ez nem ilyen egyszerű dolog, úgyhogy ez sokáig téma volt a kutatás szempontjából is, hogy mindenféleképpen olyan rendszert kell kialakítani, ami valamilyen visszajelzést biztosít, tehát ugye sok esetben itt a papír az, amiben bíztak, hogyha bármi gond van a gépekkel, akkor papír alapúan, hagyományos módon még mindig össze lehet adni, és meg lehet számolni a szavazatokat. És van, ami még, ahol egyszerűen csak vannak a úgynevezett szkennerek, ezek egyszerűen be a szavazó lapokat egyszerűen csak beszkennelik és rögzítik, és az alapján történik az összeadása és a végeredménynek a kiszámolása. Itt beraktam két, igyekeztem mindenhova hivatkozást írni, hogy rendben legyen. Tehát egy szkennert, az egy például, hogy nézni vagy egy nyomógombos. Tehát ez mind, ahol elektronikusan valamilyen műveletet végzünk, akkor nyilván ez mind ide tartozik. Na most számunkra a legérdekesebb, vagy ami inkább szerintem, vagy számomra a legérdekesebb, az az internetszavazás. Tehát, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani valamilyen szinten, tehát otthonról. Ezen a valaki részletesen szeretne információkat, de tényleg táblázatok vannak, meg adatok. Ez az evoting.cc. Ők osztrákok, és konferenciákat is szerveznek, és ott tehát ott elég sok információ szerepel. Itt ez 2009-es végülis térkép. Tehát a fehérrel jelzi azt, amelyik, ahol nem volt még szavazás. Tehát a színeket szeretném csak magyarázni. A piros az biztos, hogy az, amelyik, ahol már nem is tervezik. Ez mind 2009-es eredmény. És aztán utána, ugye vannak a zöldek, ez, hogy valamilyen szinten van elektronikus szavazás, ez az electronic voting machine, tehát ez valamilyen géppel, vagy pedig van internet szavazás. Tehát a zöldek azok, ahol internet szavazás vagy valamilyen gépi szavazás történt, és akkor volt még egy köztes, és az pedig az, amikor valamilyen, tehát azon kívül, hogy tehát valamilyen nem a rendes szavazás pillanata, hanem valamilyen elektronikus rendszert használnak, akár összeszámláláshoz, vagy bárhogy máshoz, az jelenti tulajdonképpen a világosabb sárgát, és akkor a narancs az pedig, amikor még tervezik. Még ezeket. Aztán hoztam a következőt, ez 2011-ben, hogy alakult. Itt a színek a következőt fogják jelenteni. Szerintem hasonló ez még ez az eljelölés, tehát nyilván itt is a zöldek azok, amikor valamilyen szavazatot, szavazógépet, vagy valami internetszavazást használtak, piros az, amikor megállt, és akkor nem volt. Ugye ez nagyon hasonlít, ez a legújabb, az biztos. Igen, tehát vagy tervezik. Tehát a színek azok, itt úgy látom az 1-es, 2-esnél ugyanazok, vagy hasonlítanak. És aztán utána van a 2015-ös megoldás, és itt pedig egyértelmű lesz a színezés, tehát a szürke az, amikor nem is tervezik, a piros használták, és aztán utána itt már külön veszik, hogy melyik az, amikor internet votingot használtak, vagy pedig valamilyen más gépezetet. Tehát a zöld volt az internet voting, és vagy pedig a másik valamilyen más technológiát, amit nem a rendes szavazást használták.
Tehát ezek voltak tulajdonképpen, hogy körülbelül mennyire elterjedt. Itt most azzal is kell, meg lehet nézni, nagyon sok esetben ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a rendes választásokat így elektronikusan hajtották végre, és hanem sok esetben, ugye, amikor mozgóurnát használunk például, tehát amikor valaki nem otthon van, hanem valahol külföldön, akkor elektronikusan szavazhatott. Tehát ezt részletesen meg lehet nézni ezen a honlapon, hogy mikor, mit, tehát éppenségen hogy állnak a dolgok. És akkor most már térjünk rá egy kicsit arra, hogy ha mindezt elektronikusan valósítjuk meg, akkor mit lehet tenni. Tehát különböző biztonsági elvárásaink vannak. Természetesen az a elvárás, hogy legalább olyan biztonságos legyen az elektronikus, mint a rendes hagyományos. Sőt, ugye felmerülhetnek egyéb támadási lehetőségek pont az elektronikus volt a miatt, úgyhogy azokkal szemben is biztonságos legyen. Most az első az a kedvenc kifejezésem, angol kifejezésem, a privacy, ami nem feltétlenül a titkosságot jelenti, hogyha valaki ezzel ismerkedés, hogyha van erre egy jobb kifejezés magyarul, akkor azt szívesen fogadom. Ugye a secrecy lenne a tipikusan titkosság, tehát itt most a mi esetünkben ugye tipikusan azt jelenti, hogy titokban kell maradnia annak, hogy ki mire szavazott. A második az, hogy csak jogosultak szavazhatnak. A harmadik ugye az egyszer szavazhatóság, ugye egy személy az csak egyszer szavaz, amit beszámítanak, erre most azért figyelni kell, tehát amit beszámítanak, az ugye csak egy szavazatot számíthatnak be. A igazságosság vagy fairness jelenti azt a tulajdonság, hogy részeredmények, tehát határidő előtt nem lehetnek részeredmények, ami a nyilván szavazás állásáról, mert az befolyásolhatja ugye magának magát a szavazó, tehát ez ugye a valóságban is így van a hagyományos technológiánál. És ami, ha belegondolunk, több, mint a hagyományos, az az ellenőrizhetőség. Tehát ha most a mi esetünkben a papíron szavazunk, akkor én magam nem tudom ellenőrizni azt, hogy ténylegesen oda számolták-e be a szavazatot vagy sem, ahova én azt leadtam. Ugye ez a személyes ellenőrizhetőség, az univerzális ellenőrizhetőség az pedig azt jelenti, hogy bárki, akár egy külső megfigyelő is tudja folyamatosan ellenőrizni, hogy a szavazás menete az helyes volt. Tehát a végeredmény az tényleg megkapott a szavazatoknak az eredménye. És egy másik nagyon-nagyon érdekes téma az a zsarolhatatlanság, megvesztegethetetlenség. Én ezt így fogalmaztam meg. Ugye tudjuk pontosan, hogy valószínűleg ismert a láncszavazásnak a technológiája, hogy ezt alkalmazzák is, vagy legalábbis volt már róla hír, hogy egy üres lapot kell, hogy azzal kezdődjön, hogy van egy üres szavazólap, valahogy szerezni, és aztán azt kitöltve beküldeni az illetővel, nyilván valamekkora pénzösszeg fejében. Ő azt ugye jogosult a szavazásra, és azt az urnába teszi, és az üres lapot, amit ott kap, azt ki kell, hogy hozza. És akkor kint megint kitöltik, és aztán így végül is láncba szavaznak. Ugye ez valójában megvesztegetés, hogyha belegondolunk. És hogy ezt elektronikus formátumban is ne lehessen megtenni. Na most ugye ez a két verziója van. Az egyik az a receipt freeness, ami egy igazolásmentesnek fordítottam, vagy a másik az pedig a kényszeríthetetlen, az uncoerciability. Kettő között, tehát az alapötlet az mindig, amikor ezt vizsgáljuk, ezt a tulajdonságot, az az, hogy nem szabad, hogy legyen bizonyíték, egyértelmű bizonyíték arról, hogy a szavazó hogy szavazott. Tehát ez, ugye gondoljuk bele, hogy ott van a személyes ellenőrizhetőség, tehát hogy én tudjam ellenőrizni azt valamilyen úton, módon, hogy az én szavazatom az ott szerepel, és az helyesen van beszámítva, és ugyanakkor meg bizonyíték se legyen. Még akkor se, tehát bizonyíték se legyen ugye akkor sem, hogyha a támadó az együttműködik a szavazóval, tehát ugye ez tipikusan a kényszeríthetetlenség esetén. Igen, hogy nem. Tessék? Az volt, hogy részeredmények ne legyenek, tehát ez határidő alatt. Itt ebben az, igen. Mert hogy más... Ha elállított országos szavazás, csak a végén kiderítik az eredményt, hamarabb nem, nehogy a részeredmény befolyásolja a szavazást, vagy a XY nélkül van állat. Tehát itt a lényeg az, hogy ha van bárki is, tehát itt ilyenkor nyilván
olyan támadóira is kell gondolni, aki esetleg szövetkezik valamelyik szervezettel, tehát nem feltétlen a szavazóval, hanem valami szervezettel esetlegesen, és akkor részeredményeket ne tudjon meg, hogy éppen valamelyik párt hogy áll, és az esetleg kiszivárog, és akkor befolyásolja a nem szavaz azokat a személyeket, akik még nem szavaztak. Tehát ez lenne itt a fairness. Három nagy technikai szempontból három nagy kategória van. Az egyik ugye a Hát amennyire lehet ezeket a rendszereket kategorizálni, ezt azért tegyem hozzá. Tehát az egyik a vakaláíráson alapuló rendszerek. Ezek a rendszerek alapvetően három fázisból állnak. Az első ugye a maga a regisztrációs fázis. Ez ugye mindenkihez hozzárendelnek valamilyen tokent azonosítót, ami sok esetben tényleg a titkosított szavazatot is tartalmazza, vagy valami a szavazatnak valamelyik formát, és akkor ezt hitelesítik. És a szavazó fázis során pedig a szavazatot, illetve ezt a hitelesített tokent ezt elküldik, tipikusan anonim csatornán keresztül, tehát hogy ne lehessen tudni, hogy ki az, aki azt küldte. És a legvégén ugye nyilván megkapja a másik félen a szervezet, és a legvégén pedig van az összeszámlálási fázis, amikor ezeket a szavazatokat visszafejtik és összeszámlálják. Ez most nyilván csak a vázat írja le, majd részletesen nézünk konkrét példákat. A második az a ugye itt a technika azért vakaláírásos, mert a hitelesítés az vakaláírási technikával történik. A másik a homomorf titkosításon alapuló sémák. Itt is ugye megtalálható a három fázis. A regisztráció fázis során generálunk szintén valamilyen azonosítót, ugye valahogy hitelesíteni kell a személyek. Fontos az, hogy ugyanaz a személy kétszer ne szavazhasson, tehát valamilyen szempontból kell hozzá rendelni egy fajta azonosítót. És a szavazó fázis során pedig a titkosított szavazatot szabályosan elkészíti, majd erről lesz szó, hogy hogyan ellenőrzi, és elküldi. És a végén pedig nyilván megint megtörténik az összeszámlálás. És itt a technika az ugye nyilván az lesz, hogy tehát maga a titkosítási séma az egy homomorf homomorf voltát használjuk ki a sémának. És a harmadik az pedig a mixneten alapuló sémák. A mixnet az több mix szerverből álló rendszer, tehát ezeken a szervereken az üzenet mindig keresztül továbbítódik, és ezek a szerverek tulajdonképpen valamilyen kriptográfiai műveletet hajtanak végre a kapott üzeneteken és permutációt, ami titkos, és küldi a további a következő szerverhez, és akkor így a végén azt eredményezzük, hogyha például itt egy egyszerű rendszer lett itt leírva, hogyha van a jelöltek listája, akkor az minden szerver a minden egyes jelöltet titkosít, és majd a listát permutálja, aztán utána megint a következő is titkosítja. Megint megtörténik a permutáció, ezek a permutációk nyilván titokban maradnak, és a legeslegvégén kapunk egy listát, és nem lehet tudni már az, hogy melyik elem titkosított üzenet az melyik jelöltet jelöli, kivéve a küldő. Tehát ez a legeslegelső ötlet, amikor mixnetet használtak szavazásra. Tehát az összes permutáció ismeretében persze lehet tudni, hogy melyik az a jelölt, amit az illető szeretne kiválasztani. És akkor nézzük is az elsőt, én ezt csak FOO sémának hívom, de én szerintem nagyon sokan így hívják, ez egy vakaláírásos rendszer, azért FOO, mert a három szerző, régebbi rendszer, három szerzőnek a vezetéknevének az első betűjéből származik. Nem mai rendszer, ez tény is való, de ez egy mérföldkőnek mondható szerintem, de erre mindig szoktak hivatkozni erre a rendszerre. Szépen összeszedi a különböző, matematikai szempontból gyönyörűen összeszedi az alkalmazható technológiákat, és viszonylag egyszerűen megérthető. Három résztvevője van, tehát van a szavazó nyilván, és van két szervezet, az egyiket adminisztrátornak hívja, a másik pedig egy számláló szervezet. Amit használunk technikailag, tehát a kommunikációs csatornát, az egy anonim csatorna, tehát nem részletezi. Az anonim csatorna az azt jelenti, ugye, mint amit a neve is mond, hogy nem tudja a fogadó, hogy kitől kapta az üzenetet, illetve nyilvános csatornákat. És amiket használ, az az aláírási séma, sima aláírás, vakaláírás, illetve bitcommitment. Ezt majd mindjárt magyarul is találunk rá.
Szerintem ezt valószínűleg ismerjük, de azért gyorsan átfutjuk, hogy egy digitális aláírás maga hogy működik. Tehát van ugye maga a személy, aki küldi az üzenetet, készít egy lenyomatot, egy hashértéket, és valamilyen titkos kulcssal aláírja, és ez így az aláírás ugye elküldi a másik félnek, illetve magát az üzenetet is. Tehát végül is így az ellenőrzésre megkapjuk az aláírt üzenetet, amit ugye a nyilvános kulcssal, illetve a hash függvénnyel együtt tudunk ellenőrizni. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor egy konkrét aláírási sémát, például mondjuk az RSA FDH, ugye az FDH itt most a full domain hash-t fogja jelenteni, tehát már rendes gyakorlati példáját hoztam, a hash függvényest, akkor ugye három nagy algoritmusból áll, a kulcsgeneráló algoritmus, az aláíró algoritmus és maga az ellenőrző algoritmus. Ugye kulcs, az aláíró algoritmusnál titkos kulcsot használunk és hash függvényt, illetve az ellenőrzésnél is nyilván a nyilvános kulcsot fogjuk használni és a hash függvényt. Tehát megtörténik a megfelelő kulcsgenerálás, és ismerjük ezt, léphetünk tovább? Oké. Okay. Akkor a másik téma ugye a vak aláírás, amit használunk. Itt a vak aláírásnak az alap, tehát az elő, a sima aláíráshoz képest annyi a különbség, hogy itt a két szervezet, tehát maga egy, úgy képzeljük, hogy van egy fél, illetve egy hitelesítő szervezet, és a hitelesítő szervezet az, aki aláír és küldi vissza a félnek, és a lényeg az, hogy ne tudja azt, hogy mit ír alá. Ezt úgy szokták magyarázni, hogy belerakjuk az üzenetet egy borítékba, és ez a boríték indigós az első oldalon. Tehát ez azt jelenti, hogy ha kívülről lesz a borítékot például aláírjuk, akkor az az indigó az valamilyen nyomatot hagy a magán az dokumentumon, tehát a leges legvégén ugye az aláírt dokumentumot maga a hitelesítő szervezet sem fogja ismerni. Maga a technológia, hogy ezt meg lehet oldani, az tulajdonképpen nem más, mint egy randomizálás. Tehát értjük ez alatt azt, hogy veszünk egy üzenetet és egy véletlen értéket, és a, ugye itt ebben az esetben ugye az R, az E-edik erre kell kiszámolni, és a hash értéket ezt ezzel megszorozni moduló N-re nézve, ahol az E az a nyilvános kulcs lesz. Aláírás során, ha rendesen végezzük a rendes hagyományos aláírást, és amikor megnézzük az ellenőrzés előtt, ugye mindenféleképpen a vakítást vissza kell, hogy vegyük, tehát ezt a R-rel tulajdonképpen a multiplikatív inverzével meg kell szorozni ezt a kapott aláírást, akkor utána egy az egybe itt láthatjuk, hogy megkapjuk az eredeti üzenetnek az aláírását. Tehát magát a nyilvános kulcsot használunk, és egy véletlen értéket. És ezzel végül is a véletlen értékkel ugye nem fogja tudni a szervezet azt, hogy mi az, amit aláír. Gyors kérdés, hogy gyakorlatban ezért van egy ilyen leírás, hogy mindenhol csak az RSA-val mutatja egy babak a leírás. Gyakorlatban egyik valóságban van blind snor is például, tehát van másféle aláírás is. Én is az RSA, gyakorlatban én is az RSA-t láttam. Tehát ezekben a programcsomagokban, az a Bouncy Castle, meg ilyesmi helyeken, én végig RSA-t láttam, ez tény is való. Elméletben biztos, hogy van, tehát ott természetesen. A másik ugye maga a bit commitment séma, ez a tipikus elkötelezettségi sémának szoktam én talán fordítani. Ezt a következőképpen kell elképzelni. Van ez a kőpapírolló játék, ezt valószínűleg mindenki ismeri. Az ötlet ugye az az, hogy az olló vágja a papírt, a papír becsomagolja a követ, és a kő az kicsorbítja az ollót, és akkor egyszerre mutatjuk fel személyesen ugye ezt a valamelyik kézjelet, hogyha ugyanazt mutatjuk fel, akkor ugye azt újra játsszuk, hogyha meg nem, akkor meg ugye valamelyik valaki nyer mindenféleképpen a két fél között. Kérdés az az, hogy mindez, hogy lehet telefonon megvalósítani, mert ott ugye hiányzik az, hogy látjuk a másikat, hogy mégis mit mutat. Ugye a tipikus ötlet az, hogy bármit is mond az első, akkor a másik az mindig azt mondja, hogy olyat mond, ami üti, tehát biztos, hogy a második nyer. És erre találták ki tulajdonképpen magát ezt a bit commitment sémát, vagy ilyen, tehát elkötelezettségi sémának is lehet fordítani.
Tehát itt a lényeg az, hogy valami olyan információt adjon, ami végül is elkötelezi magát amellett a választás mellett, tehát hogy ezt ne lehessen megváltoztatni. Ha három ilyen algoritmusból áll egy ilyen séma, ugye az első az maga ez a setup, ami ugye nem más, mint maga a kulcsgenerálás algoritmus, ahol a K ez a biztonsági paraméter, ez tipikusan a kulcs hosszát befolyásolja. A második algoritmus az a commit, vagy az elkötelezés, ez azt jelenti, hogy ugye gondolunk valamilyen értékre, tehát adott valamilyen üzenet, ugye az üzenetek halmazából, és kiszámolunk egy CD értéket, ahol az egyik az maga ez az elkötelezettségi érték, a D az pedig egy úgynevezett nyitó érték, ugye az adott kulcs felhasználásával. És ebből nyilván ilyenkor mindig elegendő csak az elkötelezettségi értéket elsőnek megadni, és aztán utána pedig majd a nyitó értéken lehet mindezt kinyitni. Tehát maga a harmadik algoritmus ugye az adott kulccsal nyitjuk meg ezt a párt, és kapunk valamilyen üzenetet. Ugye ez az üzenet, ez vagy tényleg egy megfelelő az üzenetek halmaza beli üzenet, vagy pedig egy hiba üzenetnek is, egy speciális hiba üzenetnek is vehetjük. Ugye ez azt jelenti, hogy egy lehetséges üzenetnek sem lesz ez a kötelezettségi értéke. Na most egy ilyen sémának az elvárása, ugye az tulajdonképpen két nagy fő biztonsági elvárás van. Az egyik az maga a kötés, tehát a binding, értem ez alatt azt, hogy ha adott egy ilyen CD párunk, akkor nehéz, tehát polinomiális időn belül ne tudjunk találni olyan olyan D kalap nyitó értéket, mely tulajdonképpen megfelel valamely más üzenetnek a nyitó értékének. Ugye itt ez a lényeg, tehát hogyha egyszer, tehát így tudjuk azt, hogy ezt a C értéket, ugye ez tényleg ezzel a D értékkel lehessen és csak egyféleképpen kinyitni. A másik, az pedig ugye maga az elrejtés, ami nagyon fontos, hogy egy ilyen C érték, az ne tudjon elárulni semmilyen információt magáról az üzenetről. Ugye, mert akkor valójában nem, akkor információt ad ki. Tehát, hogyha belegondolunk egy ilyen kőpapírolló játék esetén, akkor ugye gondolunk valamire, mondjuk egy papírra, és ami legenerál egy párt, egy CD párt. És akkor amit elküld, az ugye nem más, mint maga ez az elkötelezettségi érték. A másik fél az választ egy valamilyen értéket, például ollót, és utána pedig a nyitó értéket és az adott, amire gondolt, ugye a papírt küldi el, és tudjuk pontosan, hogy ezt csak egyféleképpen lehet kinyitni. És ezt lehet ellenőrizni. Mi az, ami fontos ebben, ez tipikusan ugye ez a elkötelezzük magunkat egyfajta szavazat mellett, és nem gondolhatjuk meg, tehát ez lesz, ami számunkra fontos lesz. Na most ezeknél a rendszereknél azt lehet tudni, hogy ha egy olyan titkosítási rendszert nézünk, ahol legfeljebb egy nyílt üzenete lehet egy titkosított üzenetnek. Ez a hagyományos rendszereknél, a titkosítási sémáknál ugye általában ez igaz, meg a tanult sémáknál, de mostanában már ugye más rendszerek is vannak. De hogyha egy tipikusan ilyet nézünk, egy ilyen aszimmetrikus titkosítási sémát, akkor ezt tipikusan ilyen elkötelezettségének szokták mondani. De hogyha teljesíti ezt a biztonsági elvárás, ugye a chosen plaintestetekkel szemben biztonságos, akkor bármilyen ilyen jellegű aszimmetrikus titkosítási séma használható ilyen elkötelezettségi sémaként is. Tehát gondolhatjuk azt, hogy végül is akkor erre nincs is szükség, hiszen van valamilyen rendszerünk, ami erre használható. De ez tipikusan úgy lehet ezt megvalósítani, hogy a nyitó fázisban is folyamatosan titkosítunk. Tehát magát a titkos kulcsot azt valójában soha nem is használnánk. Tehát ennél sokkal egyszerűbb megoldások is vannak. Ez egy konkrét példa. Ez a... De a hash az információt árul el valamilyen szinten. Tehát ez információ elméleti szempontból teljesen jogos. Üzenetet ki egészen.
véletlen értékel. A végén a véletlen számot, a végületet is fölfele. Így van, igen, világos, ez a tipikus példa, ahogy beszokták mutatni ezt a commitment, pit commitment rendszert, de tehát azt lehet látni, valamilyen információ elméleti szempontból mégis lehet bizonyítani, ezt most sajnos nem fogom tudni megmondani, hogy a hash az közel sem rejti el úgy az információt, mint ezek a rendszerek. Mert köti, mert hogy ezt egyféleképpen, hát ütközésmentesre gondolunk persze, igen. De van egy random szám, amire gondol. Igen, de az én 256 bitét csinálnék egy rainbow táblát. Vagy előre nem mondom meg, hogy melyik gép. Tehát, hogy elé meg mögé is rakjuk. MD5-ot akkor is a Google töri a leggyorsabban. Az MD5-ot. SH2-3. Van 3 órád arra, hogy támad, mégis a 3 órára elég, ha mondjuk kettőt adjuk. Hát attól függ, hogy, mert azért, hogyha mondjuk valami fenyegetés vagy vesztegetés, akkor több óra is van. Nem, a 256-tal titkosítják, és 3 hónap előre generálod a Rainbow Tablet. De nincs ilyen, hogy 256 az Rainbow Tablet, nem létezik. Ilyen dolgok nem értem, miről van szó. Tehát a végeredmény 256 bit. Most akkor így... De lehet 500 engedőd arra, hogy ez nyilván egy ilyen eseslagot, és praktikusan nyilván egy teljesen jó. Valószínűleg ezek a mozdulnak elméletileg. Ezt én olvastam pont most, szóval ez most meg forrásanyagot majd adok. Valami olyat, amit ez a rendszer nem tud. Az más kérdés, hogy ezért nem fizet senki, de ettől még tudja. Nem fizet senki. Jó, tehát ez egy tipikus bit commitment séma. Tehát az itt is az üzenetünk az 0-1. A maga kulcsgenerálás, az választunk egy nagy primet, veszünk ebből a ZP csillaghalmazból, ugye ez a moduló P maradékosztályok testjének multiplikatív részcsoportjából egy elemet, egy viszonylag elemet, véletlen értéket, a G legyen generátor eleme ennek a halmaznak, és akkor a kulcsunk az a prim, a generátor elem és ez a véletlen érték. Maga a elkötelezés, hát a commit függvény, amikor ugye generálunk egy párt, egy elempárt, az egyik ugye az elkötelezettség érték, a másik a nyitó érték lesz, az megint szintén egy véletlen érték választásával kezdődik, és kiszámoljuk ezt a G az R-ediken, iszor-iszor a B-ediken, mod P értéket. Ugye, hogyha az a bit az 0 vagy 1, akkor ugye vagy G az R-ediken, szeripszolom, vagy pedig G az R-ediken lesz ez az elkötelezettség érték. És aztán, ha kinyitjuk, akkor ugyanebbe az irányba nyitjuk, tehát ugyanezt az értéket kiszámoljuk, és ugye vagy visszakapjuk, ugye, tehát vagy megfelelő lesz ez a C értéket megkapjuk, tehát B lesz az érték, vagy pedig valamilyen hamis, és akkor tudjuk, hogy valaki nem tisztességesen végzett el munkáját. Jó, és akkor nézzük azt, hogy mégis is mindezt összerakva hogyan lehet egy sémát összerakni, egy magát a szavazósémát. Ugye emlékszünk, három résztvevő volt, a szavazó, az adminisztrátor és a számláló. Ugye az adminisztrátor és a számláló az két szervezet, és a szavazó az, ami ugye tipikusan a gyenge pont, hivatalosan. Regisztráció során ugye a szavazó az elkészíti az e-szavazatát, ami ben ténylegesen a szavazata van, tehát itt a V az, ami jelenti a tényleges szavazatot, és elkötelezi magát emellett a szavazat mellett egy véletlen érték segítségével, és majd ugye az elkötelezettségi értéket azt vakítja, ugye, tehát a vak aláírást fog használni, és azt vakítja, és még ugyanakkor ez digitálisan alá is írja. Elküldi ezt a vakított, digitálisan aláírt szavazatot az adminisztrátornak, az azonosítójával együtt. Az azon... Számú öntőző, hogy itt a vakítás, hogy
az azt jelenti, a vakítás, hogy valamilyen véletlen értékkel, tehát vak aláírás esetén valamilyen véletlen értékkel megszorozzuk. Igen, de azt hogy valaki más írja alá, akkor az világos. Tehát alá két, igen, tehát a először is aláírja, hitelesíti a szavazó, tehát a szavazó is aláírja, illetve ezt a vakított értéket elküldi az adminisztrátornak, aki szintén alá fogja írni. Tehát két aláírás történik, egy sima, illetve egy vak aláírás. Nem, a szavazó. Ja, hogy a blind, az nem az aláírás. Tehát először elkötelezi úgymond magát, hogy ne gondolja meg magát, ne tudja meggondolni, aztán utána a blinddal ugye vakítja, tehát teljesen véletlen értéket csinál tulajdonképpen ebből az X értékből, és aláírja. Tehát itt font, és elküldi az azonosítóját. Tehát ugye itt ebben az esetben az adminisztrátor azt tudja ellenőrizni, hogy jogosult-e szavazni. Tudja, nyilván nem csak annyi, hogy az ID alapján, az aláírás alapján is, a digitális aláírás alapján is. Tudja ellenőrizni, és ugyanakkor meg, hogy szavazott-e már, tehát hogy elsőnek szavazott-e, és abban az esetben, hogyha mindent rendben talált, akkor ő digitálisan aláírja. És ez a vak aláírásnak az aláírási fázisa. A szavazó is nyilván a nyílt ID-t, a blindolt mellett is aláírhatott hamar, ugye, hogy hitelesítve van az egész. Nyilván ez nincsen részletezve, de természetesen, hogy ne lehessen módosítani, meg, tehát itt ennyire részletekben nem lesz itt tehát az autentikáció, most értem ezzel alatt azt, hogy Mac-et használnak, meg hogy nincs titkos csatorna, az hogyha valamilyen speciális, az anonim csatornát, az van jelölve, de még csak ez mehet nyíltan is akár. Miután ugye hitelesítette ezt a szavazatot az adminisztrátor, akkor ugye az unblinddal tulajdonképpen a véletlenszerűsítést úgymond levesszük róla, és megkapjuk az eredeti, de még az elkötelezettségi értéknek az aláírását. Ugye az lesz az X és az Y. Mert az E az, ami ugye vakítva volt, az a vakított érték, az van aláírva, a D az, ami az ének a vakított értéknek az aláírása, és abból az Y értéket kapja vissza. Ez lesz a szabályos aláírása a magának az X, a X értéknek, ami az elkötelezettségi érték. Jó, tehát ez az XY, ez egy tulajdonképpen egy az adminisztrátor által aláírt, de még egy elkötelezettségi érték. Ugye a szavazatnak az elkötelezettségi értéke, és ezt anonim csatornán küldi át a szavazó a számlálónak, tehát maga a számláló bizottságnak, aki annyit tesz, hogy ellenőrzi ennek az aláírásnak az érvényességét. Ennek a jelentősége ugye nyilván abban van, hogy ilyenkor már, hogyha az adminisztrátor és a számláló is, ha összefog, akkor ugye nem fogják tudni, hogy ki mire szavazott a későbbiek folyamán. Tehát ugye azzal, hogy vakáláírást használtak, ez az XY érték, ez nem mond tulajdonképpen semmit a magának az adminisztrátornak. Az S-et nem használjuk, vagy melyikre gondolsz? Amit visszaküldött az adminisztrátor, amivel aláírta, az egységes. Az belekerült a... Igen, az XY-ba itt látható. Valaki nem tudja visszafejteni, hogy melyik csomagról van szó? Tehát melyik szavazatról van szó? Ugye itt az X az... Azt értem, hogy elkötelezett. Tehát igen, igen. De aláírta valamivel, hogy visszaküldött a szavazónak, ami aláírást visszaküld az anonim csatornán az elkötelezettségével. A saját személyes paraméterei nélkül. Tehát az aláírás az X, az elkötelezettet írja alá. Na most ez azt jelenti, hogy nyilván az későbbiekben, ez a kérdés, későbbiekben egyszer majd abból szavazat lesz, tehát rendes vészszavazat lett. Mindenkinek más kulcsa a fogja. Igen. Nem, ugyanaz. Az adminisztrátor elmenti, mi volt az a fogja, és ezt később megpróbálja hozzátárosítani a beküldött
vakításmentes szavazatokhoz, amihez már nincs hozzákötve a szavazónak az adata. Tehát eltár, egy pillanat, hogy gondolja már, eltárolja azt a hash-et, amit aláírt. Amivel aláírt, visszaküldi, a szavazó leszedi róla a személyes adatait, és beküldi a szavazatot. Azzal a hash-sel. És az adminisztrátornak onnantól... De az XY értéket, tehát az XY az már más hash. Azt nem tudom. Ez a kérdés, akkor honnan tudja, hogy lehet csinálni? Kérdezem, hogy meg lehet-e csinálni? Ja, hát nyilván nem, mert nem működik. De most a hash az, amit... Egy pillanat, mert szerintem... Pillanat? Igen? Tehát most, ha csak hogy megértsem pontosan, ez azt jelenti, hogy a hash-seit a vakaláírás esetén kérdezzük, tehát ez azt jelenti, hogy az a... Ha, tehát most nézzük a konkrét példát. Erre gondolva. Tehát amit ő lát, az nem más, mint ez a hash szorozva erre az éjjeldiken, ez egy véletlen érték, és ezt írja alá. Igen. És akkor mit tárol el? Tehát az első üzenetből az adminisztrátor meg tudja állapítani, hogy ki szavazott. Persze. Ezt a szavazatot hogyne. Aláírja valahogy. Ezt írja alá, amit igen, itt látunk, így van. A szavazónak. A szavazó innentől leszedi a személyes dolgait, és az ez a véletlen értéket szedi le. Tehát, itt, tehát ez konkrétan nézzük, egy, lehet, hogy gyors voltam itt az elején. Aláírását hozzárakja az eredeti szavazáshoz. És hogy ehhez a véletlen értékhez teszi hozzá, és ezt... A rajzos plán jól illusztrálja, ami egy szájdal, hogy nem látja, hogy... Az világos, csak még egyszer... De nem is tudja összekapcsolni. A leírás sem tudja összehasonlítani. Tehát az unblinded aláírás az már nem jó arra, hogy az eredeti aláírás Oké. Tehát én matematikai szinten tudom mutatni, hogy itt ennek a aláírása történik, jó. És aztán utána egy véletlen számmal, ha megszorolt, tehát véletlen... Ott volt az információ, igen. Oké. Viszont arra tökéletes ez az aláírás, hogy tudja ellenőrizni maga számláló, vagy az számláló szervezet, hogy jogosult-e szavazni, ugye? Tehát ez azért fontos, mert akkor jogosult csak, hogyha van egy adminisztrátor által hitelesített aláírás, tehát egy hitelesítés, adminisztrátori hitelesítés. Majd, hogyha minden ugye rendben talált, akkor egy egyszerű vélet, ez az L érték, ugye az XY kirakja, ez a bulletin boardra. A bulletin board az a nyilvános hirdető tábla. Ezt úgy szokták mondani, hogy csak egy megfelelő, tehát itt most mondjuk pont a számláló az, aki írhatja, tehát bizonyos személyek írhatják, bárki olvashatja. Tehát ez tipikus, amit a fali újság. És tehát magyarul a szavazó maga is olvashatja ezt, és egy L valamilyen sorszámmal együtt rakja ki, ez az L, ez egyszerűen ez egy sorszám, ez az XY értéket. Tehát itt most ugye még ténylegesen a szavazatot még mindig nem ismerjük, hiszen van egy véletlen érték, ami ugye elkötelezettségi értéket mutatunk csak. Miután ugye a szavazatok megtörténtek, tehát itt van valahol az a határ, amikor már egy idő után lejár a szavazási fázis, tehát már szavazatokat begyűjtötték, és aztán a szavazó közben ellenőrizheti, hogy a saját szavazata szerepel-e ezen a nyilvános hirdetőtáblán. Abban az esetben, hogyha nem találja ott, akkor újra elküldheti, hiszen van egy érvényes aláírt üzenete, ami alapján ugye kikerülhet, vagy figyelembe lehet venni az ő szavazatát, vagy pedig elküldi ugye magát egyből a K értéket, amivel tulajdonképpen kinyitják ezt az elkötelezettséget, és ez is anonim csatornán keresztül. És miután ugye kinyitották, akkor egyszerűen csak össze lehet számlálni a szavazatokat. Oké? Okay. És akkor itt végül is össze is szedhetnénk, hogy milyen tulajdonságok teljesülnek. Ugye, hogyha arra gondolunk, hogy nem. Például az anonim csatornákunk fogalmat így gyakorlatban képzeljük el, tehát, hogy... Mindjárt jön majd a mixnetekkel itt, tehát ez az... Tehát, hogyha most konkrét példát akarnék mondani, akkor nem tudom, hallottatok erről a Tor rendszerről például, az egy tipikus.
De ezt úgy szokták, ez a, vagy anyarútinnak is szokták mondani, amikor a hagymának a... Hát biztos nem levele, mert az kín van a föld felett, de hogy a héja... Igen, jó. Ez egy nagy jó tartalmi ajánló, hogy amit én dél-afrikai köztesen, egy toron keresztül. Vagyok. Értem. Akkor, ezt, akkor nem kell többet mondani. Ezt kérdezem, hogy akkor ez van be ajánlva, tehát így van kirakva a törmányi oldalra, hogy tessék használni itt a Tor Browser-t, vagy nem tudom, hogy azon keresztül lesz szabad, vagy hogy van ez? Gondolom, ha építenek egy ilyen szabadó rendszert, akkor lehet egy saját ilyen ízletet országét. A kormányt összehetnek mondjuk szóhát. Igen. Jó. Lesz szó Mixnetekről egy kicsit később. Szerintem ez egy elméleti munka volt, 92-ben. Így van, ez elméleti. Azt, hogy ebből ez, szerintem ez a rendszer szerintem nem is biztos, hogy volt gyakorlatban. Nyilván nehéz ezt követni, de én nem hallottam róla. Nyilván itt az alapötletek azok, amik szerintem és egyszerű összerakni, tehát megérthető. Tehát maga az, hogy ugye a titkossággal értjük azt itt most, hogy magát tényleg a privacy, hogy ki mire, nem tudjuk, hogy ki mire szavazott. Ugye az itt maga az anonim csatorna biztosítja magát az, hogy ki ugye elrejti maga a küldő, magát a küldőt, és ami mondjuk fontos, hogy ez akkor, ez a rendszer akkor is működik, hogyha összefog ez a két szervezet, tehát az maga az adminisztrátor szervezet és a counter szervezet, tehát minden, ami információt ők összeszedtek, egy adott magát magukról a szavazókról, akkor sem tudják megfejteni, hogy ki hogy szavazott. A jogosultság kezelése, hát azt láttuk végig folyamatosan, ugye itt digitális aláírás ellenőriztek, és itt pedig ugye a vak aláírást használt ugye maga az adminisztrátor, és úgy ellenőrizte maga a számláló. Az egyszer szavazhatóság, az is ugye a vak aláírás alapján történik, tehát értem ez alatt azt, hogy egyszer fogja, ha már egyszer, ugye egyszer hitelesíti magát a szavazatot. Tehát a legelején már a szavazatot ugye maga az érték az tartalmazza. A fairness, ugye tehát az, hogy igazságos, tehát nincs részeredmény, az egyszerűen csak a határidő meghatározása. Tehát megmondjuk azt, hogy meddig lehet beérkezni a szavazatoknak, és utána határidő után lehet ugye ezeket kinyitni. Tehát maga a szavazó gondoskodik arról, hogy részeredményeket ne lehessen kiadni. A személyes ellenőrizhetőség az ugye maga nyilvános hirdetőtáblán keresztül ez megvalósítható, kikereshető. Az univerzális értjük az, hogy bárki, tulajdonképpen egy külső megfigyelő is ellenőrizheti. Ez abban az esetben teljesül, ugye itt fel kell tenni mindenféleképpen azt, hogy ha egy szavazó regisztrált, akkor utána az el is küldi azt, tehát nem marad ki a szavazásból. Mert ha itt ezen a ponton kimarad a szavazásból, akkor ez azt jelenti, hogy maga a számossága az adminisztrátor által ugye aláírt vagy hitelesített tokeneknek a számossága, illetve a számoló szervezet által összegyűjtött szavazatok számossága különbözik, és akkor ő egyszerűen csak olyan szavazatot tesz fel, amilyet csak szeretne. Persze összefogva az adminisztrátorral, mert aláírás szükséges. És a harmadik, ugye, ami a tipikusan, amivel foglalkoznak, a megvesztegethetetlenség és a zsarolhatatlanság. Na most ez, ugye itt erről beszéltünk, hogy az alapötlet az, hogy nincs bizonyíték arról, hogy ki hogy szavazott. Most ugye itt, amit láthatunk, ugye ezek az aláírt szavazatok, illetve a maga az elkötelezettségi értékek. Itt a két fogalom között ugye a különbség az, hogy a uncoercibility esetén itt folyamatosan interaktívan a támadó az kapcsolatba kerül a szavazóval, bármely fázisban. A egyik verzióban, a receipt freeness, ez az igazolásmentes, ez azt jelenti, hogy maga az egész folyamat elején kapcsolatba kerülhetett a szavazó a támadóval, tehát megmondhatta például neki azt, hogy milyen kárt használjon, értjük ez alatt azt, és ezt, hogyha ugye ha ugye hajlandó a szavazó ugye együttműködni, mert mondjuk valamilyen pénzösszeget kap érte, akkor ugye tényleg azt a kárt fogja használni, és akkor így gyönyörűen lehet nyomon követni azt, hogy ő hogy szavazott, és meg is van a bizonyíték.
Tehát ugye ez a tulajdonság nem teljesül, már is freeness sem, akkor az uncoercibility az pedig azt jelenti, hogy ott a szavazó az nem csak az elején, vagy a támadó az nem csak az elején lép kapcsolatba a szavazóval és figyeli a hozzáférhető információkat, hanem közben is. Tehát az annyival több interaktívan. Támadó lenni, egy gumicsővel kivágni belőle a titkos kulcsát. Na most az aláírásnál, ugye itt a... Na most ez feltétel, hát lehet gumicsövet, vagy igen, akkor nem kell olyan drasztikusan, de... Ha elején ezt a kárt, hogy az adminisztrátort küldi le a bunkernek, és akkor nem tudom bunkere egy effektivel összebeszélni. Van olyan? De akkor az adminisztrátort fogja tudni. Igen. Akkor meg az adminisztrát. Tehát itt a K adnak, tehát itt most, ha megnézzük ezt a rendszert... Kell még egy oszlopány, kell még egy egész. Nem, ez... Akiben megbízik mindenki. Egy elé, akkor minek ez az egész, igen. Ezt úgy szokták megragadni, ezt a tulajdonságot, hogy bármi információ, ami hozzáférhető, az ne legyen bizonyíték. Értem ezzel alatt az, hogy például ki lehet se nyitni így is, úgy is. Tehát, hogy ami mondjuk a nyilvános hirdető táblán itt értékek megjelennek, az ugyanolyan erővel én rámutatok, hogy tehát ne lehessen hozzákötni a személyhez, hogy kinek az a szavazata, és ha a szavazó azt mondja, hogy az az enyém, akkor azt ki lehessen nyitni úgy is, hogy most nem tudom, A-ra szavazott, meg úgy is, hogy B-re szavazott. Tehát a véletlenekkel számoktól függ, és akkor meg tudok egy olyan véletlen számot konstruálni, most mit egy olyan K-t, hogy aztán nyilván ezt itt most nem lehet, de egy olyan K-t, hogy az az X érték, az a B partinak a megfelelő értéke lesz. Ugye, hogyha nem commitmentet használnánk. Tehát, hogy ezt meg lehessen csinálni. Pont ez a lényeg. Tehát, hogy van a C érték, ami ott van, amit úgy kint van a nyilvános hirdetőtáblán, és az DM-mel is párosítható, meg D-kalap, M-kalappal is párosítható. És akkor ez az M az hol az A partit jelent, vagy egy A pártot, a M-kalap meg a B pártot. És akkor C-t látva, hát ez lehet, hogy erre, lehet, hogy arra szavazott. Tehát ezt így szokták megfogni, hogy ugye pont ne, ez a tulajdonság pont ne teljesüljön. És akkor... És úgy, persze mindezt, hogy semmilyen plusz információt ne áruljunk el. Mert amúgy a titkos kulcsra visszatérve, hogy gumibottal, vagy... Én ez a rabdájhoz tettem. Tehát, hogy... A Wikipédiában szócik. Megint szokkal kiszedem belőle a tettet, és utána leszavazok helyette. Hogyha folyamatosan ott tűz mellette, az ellen nem vég semmi. Így van. Ha ezt tipikusan ezt szoktuk mondani, hogy ha folyamatosan fegyverrel ott mellette is lát mindent, akkor azzal egyszer nem lehet mit kezdeni. Meg azt szoktuk feltételezni, hogy olyan kulcsot használ az illető, ami nem csak szavazásra, hanem bármi másnál is, ugye mondjuk például a személyébe levő, nem tudom. És akkor ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb súlyú, mint hogy én most azt eladjam 500 forintért, vagy. Úgyhogy ez... Nagyon nehéz így a szignifikáns részem eljállítani egy fegyveres embert, mert úgy nagyon lehet. Az egyik feláll a másik fegyveres. De ha csak pénzt ad, akkor nem nincs ott egész nap. És akkor napközben... Internetes egész, akkor meg lehet hackálni az emberek számítógépeit, ahol vannak ezek a jogosultságok. Mi itt hackelünk, tehát itt valamilyen hitelesítésről van szó, ami a központi gépen. Államnak megvan az összes. Na, jó. Menjünk tovább szerintem. Ez felveszi az a kamera. Mindenkinek le tudja generálni azt a szavazatot, amit szeretne, és meg is tudja nézni, hogy szavazott az illető, és ha pár idő alatt 10 perccel bejömlesz ki azokat, amiket szeretne dönteni. Jó. Összeszámolják a szavazatokat, és kijönnek egy más számot. Az meg a másik, igen. Tehát az ellenség. Tehát tipikusan az szokták is figyelembe venni, hogy nyilván az lenne az igazi, hogyha nem kéne megbízni senkiben sem sokat maximálisan. Tehát ez lenne az ideális rendszer, hogy osztani ugye a titok megosztása, hogy valami bizonyos technológiával ugye osztotta, hogy ne kelljen. Pont ez az ötlet, hogy olyan átlátható legyen, transzparens legyen egy ilyen protokoll, meg a rendszer, hogy,
hogy láthassa mindenki, hogy ki mit, hogy művel. Tehát így van kellően is, hogy szia a világban, és ha van kívül, hogy nem tudom hány szavazásot is látom, de mit mondom, de szép leadtuk egyenletesen, aztán informáciákat, a kulcsolatokat, a kicsit. És a bizonyos létét ismeri mondjuk az állam, a government. A valamelyik okos útlevél állítólag olyan, hogy te egy CS kulcsot kapsz az útlevélbe, ami akár 5 percenként is képes egy új véglenes kulcsot generálni, amivel aláírja a saját menőadatait a útlevél ellenőrzőnél a reptéren. RFID is, okos RFID is az útlevél. Ez melyik ország? Minden ország, Magyarországos. Ilyen? Okos RFID is az útlevélen lévő név, születési útlevélszámát be kell neki küldeni, és csak akkor hajlandó válaszolni, kiküldi a képet, a egyéb adatokat, hitelesítést, és akkor ezzel rá tud beállni és ellenőrizni a jó ember. Bár állítólag még tavaly február környékén még azt mondta valaki, hogy mivel minden ország minden máshogy ír alá, és a publikus tanúsítványokat se osztják meg, úgyhogy kb. Az aláírásra tudják rendesen ellenőrizni a reptéren, úgyhogy megbíznak benne, hogy kikölgött valami szerencsétlen útlevél, meg ő aláírta, azt mondja, hagyjuk rá a következő. Igen, és a fotó az úgy néz ki, mint az ember kell, meg ott az adatok is validnak tűnnek, úgyhogy következő. És nem kityogott a gép, hogy tért úristen van. Jó, az amit ön el akart, nem tudom meg, hogy valamit lehet kapcsolni. Ezt én kikapcsoltam. A második rendszer az maga az észszavazó séma. Ezt azért van ez a vak aláírás zárójelben, mert itt nem használunk vak aláírást, a sima aláírást. Ez a 2005-ben indult és azóta folyik. Ez a rendszer az internet szavazásos rendszer, és olyan a személyigazolvány, hogy képes digitális aláírásra és autentikációra is. Körülbelül az észteknél 1,3 millió lakos van, és ennek ugye majd a fele, illetve hát több mint a fele már 2005-ben ilyen személyigazolvánnyal rendelkezett, 2010-re pedig már elég sokan. A maga a rendszert azt úgy oldották meg, hogy a szavazás napja előtt 4-10 nappal lehet elektronikusan szavazni. Tehát otthoni, számítógépről, saját PC-ről lehet szavazni. Ha a szavazó meggondolja magát, vagy szeretné megváltoztatni a szavazatát, akkor újra küldheti ugyanebben az időintervallumban, akár elektronikusan, vagy akár papíron is. És a beküldött szavazatok közül a legutolsót veszik figyelembe. Ugye itt a rendszernek a résztvevője az maga... Papíros beküldésén... Tehát ez papírosan én úgy tudom, hogy egyszer lehet. Tehát itt a legjobb, ugye 4-10 nappal, még ezután jön az, amikor van a teljes a választási nap, amikor valaki teljes mértékben hagyományosan akar szavazni, tehát az még amikor nincs is elektronikus szavazás, már addigra lezárult, már addigra megnézték, hogy ki szavazott, nyilván az, hogy mit, azt nem tudják. Tehát akkor most valaki szavaz elkérdés, utána még oda mehet a szűkébe, és meggondolhatjuk. Igen. A két részvevője van. Bocsánat. Csak nyugodtan. A szavazó PC milyen szoftver van? Mindenki magának egyet? Nem. Ja, hát mondjuk ezt technikailag, hogy mit tört le, azt nem tudom. A rendszer működéséről van néhány, hát ez érdekes, ez biztos webes, tehát ez mindjárt még a valamennyi információt, tehát fellépnek egy honlapra, és akkor ott töltik ki. Hát valami... ilyen webes jellegű. Ez biztos. Nagyon jó. Hát, hogy most... mindjárt meglátjuk a rendszert is, az előzőhöz képest. Tehát itt vannak a szavazók, meg van maga a Nemzeti Választási Bizottság, ahol ugye több szerverre dolgoznak. Most nyilván mindig a szavazó PC az, ami a leggyengébb pont. Nyilván a szerverek, ami a bizottságnak a szerverei, azokat jobban de lehet figyelni rájuk, meg felkészíteni. Tehát maga a rendszer, ahogy működik, ugye vannak a jelöltek listája, a szavazóknak a listája, akik ugye a jogosult szavazóknak a listája, és akkor a szavazó a szavaz, és az eredmény az ugye maga a szavazatoknak, vagy különböző jelöltekre milyen eredmények jöttek össze a választókerület,
illetve ki az, akik szavaztak, tehát valamilyen azonosító számmal vannak ugye valamilyen információink, és folyamatos audit történik. Az alapötlet az volt, hogy minél egyszerűbb és érthetőbb legyen maga az egész konstrukció, mint maga a protokoll. Tehát, hogy mindenkinek világos legyen és átlátható, és legalább olyan biztonságos legyen, mint a hagyományos. Tehát, amit kitaláltak, az ugye nem más, mint maga a mozgó szavazó urnának a modellje. Technikailag az ugye ezt jelenti, hogy választási bizottság honlapján kell szavazni, személyigazolvány segítségével hitelesíti magát, és akkor megjelenik számára a megfelelő adott körzethez tartozó jelöltek listája, kiválasztja a megfelelő jelöltet, aláírásával az hitelesíti, és utána, amikor elküldi, akkor a kiválasztott jelölt az megjelenik a szavazónak visszaigazolásképpen, hogy tényleg megfelelően, tehát vették-e a szavazatát. Na most, ha megnézzük, hogy ez hogy történik, ugye a maga mozgó szavazó urna, ez technikai, tehát maga a hagyományos nem elektronikus, de ugye ezt fordították le úgymond elektronikusra, az úgy történik, hogy van egy szavazó, az hitelesíti magát a bizottságnak. És aztán utána a szavazati lapját, a kitöltött szavazólapját belerakja egy jelöletlen a borítékba, és ez a boríték, ez belekerül egy másik borítékba, amire viszont már rákerül a szavazónak az adata, és utána ezt szállítják be, ezt a borítékot a választó helyiségbe. És aztán a külső boríték alapján ugye tudják ellenőrizni a szavazónak a jogosultságát, hogy szavazott-e már, és így tovább, és kiveszik belőle a belső jelöletlen borítékot, és az kerül be az urnába. Tehát itt a mi esetünkben elektronikusan ez a külső boríték ez nem lesz más, mint egy digitális aláírás, a belső boríték pedig egy titkosítás, ami nem csak a jelöltnek a nevét fogja tartalmazni, hanem még valamilyen véletlen számot is. Tehát maga a protokoll, az tulajdonképpen ez a boríték módszernek szoktam mondani, ez összesen ennyit jelent. Tehát ez a titkosított szavazatot digitálisan aláírjuk. Tehát itt van a külső és a belső boríték, és aztán utána ezt ketté választják. Ugye a külső alapján ellenőrzik a jogosultságot, és akkor a belső gyűjtik, amit majd egyszer titkos kulcssal ugye visszafejtik az üzeneteket. Ugye nyilván aszimmetrikus rendszert használnak. És ami fontos, ugye, hogy fel kell, hogy tételezzük, hogy egyszerre egy résztvevő az nem rendelkezhet ugye az aláírt szavazattal, illetve a titkos visszafejtő kulcssal egyszerre, mert akkor össze lehet rakni, hogy ki ugye a jogosultság alapján az információ, hogy ki mire szavazott. Igen. És akkor a kormányon belül van, úgymond hívjuk így, hogy több szerver. Most ezt így technikailag, hogy választókerületeileg, vagy hogy... szerintem több, én ezt így józan paraszti észre, de... maga a rendszer, ugye itt most a lényeg az, hogy van három szerverként lehet ezt hívni. Ugye az egyik az a továbbító szerver, még itt a tűzfal előtt. Ez az, ami végzi a szavazó hitelesítését, ugye itt a digitális aláírással hitelesítik magukat, a személyigazolványuk segítségével, és aztán utána pedig ez továbbítja tovább egy tároló szerverbehez, és ott szűrik ki az összes jogosulatlan szavazatot, vagy dupla szavazatot, és utána pedig kerülnek át, ugye, amiket csak vissza kell fejteni, és ki kell számolni a végeredményt. Tehát itt most ugye az folyamatos audit van, ugye látjuk, hogy folyamatos logfájlok vannak, folyamatos audit van, ami hogy ellenőrizzék a rendszernek a működését. Ha meggondoljuk, akkor van egy központi rendszer, és itt azon belül van tulajdonképpen ugye megosztó az információ, ugyanazon szervezeten belül. A kócskezelés tűzik a leggyengébb. Végig fogjuk nézni, és mit tud, és mit tud. Dehogy nem, hogyha... Hát nem tetsz, hogy egy személyt jól tettem, akkor a személyigazolvány az, amit tudjuk autentikálni.
magát. Aláírni. Igen. De hogy ez fizikailag hogy néz ki? Interaktív dolog? Vagy így ott az ember a számítógép előtt, szóval van a személyodon, és neki valahogy ott kommunikálni kell. Hát itt token nem láttál még. De személyigazolványuk van, hát szerintem kártya, rendes csipkártya. Én ezt kártya leolvasom. Szerintem saját. Igen. Tehát én úgy tudom az észtek, hát ez... Igen. Szerintem igen. Tehát én annyit tudok, hogy az észtek erről... Na. Nyugodtan. Hát szabad. Nyugodtan. Tehát, hogy én... Az észtekénél én úgy tudom, hogy ők arról hívesek, hogy a elektronikusabb nemzet, ugye ezt szokták mondani. Tehát mindenütt van wifi, tényleg ingyen wifi az egész, mindenütt, és a személy igazolványukban is már ugye a digitális aláírásra képes, és hogy nem csak a szavazásnál használják, az már az új. Igen, de nem saját, nem mutatok. Ah, kár. És nem csak a szavazásnál használják az ő személyigazolványokat, hanem az közigazgatásban, egyéb helyen, mindenütt. Tehát magyarul ezt otthonról, igen, otthonról. A számítógépében tud-e kommunikálni a kártyán? Az enyém szerintem nem tud a kártyán kommunikálni. Hát szerintem, ha... Hát ez a 10 eurós USB-s kártyolvasó, az talán még beletlen. De vannak olyan magyar bankok, akinél a nyitunk számlát automatikusan ad egy kártyolvasat és token kártyát. Tehát ezek már fillérek szerintem. A kontak lesz az egy kicsit drágább. De te, hát 15 jó van egy ACR reader, RFC-s, de vagy 25 évek már lehet kapni RFC-s. De a kontak, és az tényleg ilyen pár ezer forint. Nyilván itt most én ezt így gondolom, hogy azok fognak elektronikusan szavazni, akiknek a gépük, az otthoni gépük erre alkalmas. Tehát ez nem kötelező érvényű, tehát bárki elmehet papíron is szavazni. Tehát én ezt... Nem, arra nem gondoltam, hogy adnak a személyre egy jól. Beadhatnak. Mi fogunk kapni? Hát igen, egyébként az a vicc, hogy ingyen van a személy, vagy a kulcs ingyen van rajta, de igazából az olvasó drága, mert mondom azt, hogy ez körül van. Most mondjuk, hogyha az állam azt mondja, hogy vesz milliós nagyságrendben, amit az ACR-től van, akkor mondjuk mindenre ki lehetne kapni, de ugye ilyen nincs. Nincs rennyi, de úgy értem. Így azt mondom, 15-én lehet kapni. Nem bizony rendben. Nem mondom, viszont kontakt interfésznek letiltott, tehát az nincsen. Tehát nincs rajta chip, tehát nem tudom, kontaktos olvasóval. Tehát itt a laptopban lévő kártyával, hogy nem szíve, csak NFC-s. És akkor ezt most mire fogjuk, akkor na majd kiforja magát. És... Na most nézzük akkor a tulajdonságokat, össze is próbálhatjuk szedni. Tehát maga ugye a titkosság, ugye, hogy nem tudjuk ki mire szavaz, az ugye az a feltétel az, ami szükséges, hogy valaki ne rendelkezzen egyszerre az aláírt szavazattal és a visszafejtő kulccsal. Csak hát ugye itt, amivel szokták, vagy lehet támadni, hogy ugyanaz a szervezet. A jogosultság az a digitális aláírással egyértelműen autentikálható és lehet tudni. Az egyszer szavazhatóság, na most itt is a digitális aláírás az, ami ugye számít. Azért azt tudni kell, hogy többször is szavazhatnak, tehát ez azt jelenti, hogy a legutolsót veszik figyelembe. Határidő után, tehát itt megint a rendszeren belül, tehát határidő után történik majd maga a visszafejtés és a összeszámlálás, tehát ezért mindez a központi rendszer felelős. Hát az ellenőrizhetőség az logfájlokon keresztül. Tehát ez ugye nem az a fajta kriptográfiai megoldás, mint az előző esetben. De vannak, ez is biztosítva van, hogy legalábbis a leírások alapján, hogy a szavazó is nyugodtan ellenőrizheti. Tehát van neki valamilyen alkalmazása, amin keresztül lehet ellenőrizni, hogy a logfájt, az ő szavazata az... Az a kérdés, hogy a végén költetik az audit fájt, meg összehasonlítják-e a kapott értéket. És maga ezt a tulajdonságot, hogy megvesztegethetetlenség, zsarolhatatlanság, ez pedig azzal érik el, hogy újra elküldheti a szavazatát. Tehát akkor, amikor esetleg meg akarják zsarolni, akkor esetleg úgy szavaz, de később meggondolhatja magát, és hát újra elküldheti a szavazatát. Köszönöm.
ennél a rendszernek, hogy globális ellenőrizhetőség, ez most ebből beleszámít azt, hogy egy másik állam tudja ellenőrizni, hogy ez az állam jól csinálta a szavazást, vagy valami ilyesmi? Hát, hivatalosan bárki. Tehát egy külső megfigyelő is. Tehát ilyen forgalomban, ilyen elképzelés. Most technikailag, most ezt, hogy most az észteknél, hogy ez mennyire voltak, nyitottak ezek a logfájlok, nem tudom, más országok számára, erre én most nem tudok választ adni. Egy szempont, hogy a történelem számára úgy legyen egyezve egy ország egy időpontban, hogy demokratikus. Mondjuk elképzelhető, hogy jövőben már csak ezt fogják hívni demokratikusnak, ahol ilyen rendszer van, meg ellenőrizhető is, meg minden. Itt most úgy néz ki, hogy van egy ilyen probléma, hogy az állam az mindenképpen be tudja folyásolni a választást, méghozzá úgy, hogy hát azt mondja, hogy később bejött a fickó és átszavazott erre, arra, meg amarra, meg ilyenek, és ezt mutatja ki a lopfálában. Most az a bizonyos illető azt tudja, hogy ő mit szavazott, látja a logfájlok alapján, hogy a rendszer rosszul működik, de ezt hogyan fogja tudni bemutatni a többi államnak? Tehát, hogy a többi állam az csak annyit fog látni, hogy valaki meggondolta magát. Állítja, hogy utoljára papír alapú azonosítás volt, vagy papír alapú szavazás volt, és amikor azt mondja. Jól értem, hogy egy kommunizmus akartak kötni, így az egyszerűség és a szükségű. Tehát itt a szempont az az... Igen. A logfájlokat, tehát teljesen az, hogy a logfájlokat kell vissza programozó legyen. Logfájlokat csinálni. Krim! Tehát, hogy azért hallottunk már olyat, hogy nem fontos a logfájlokat. Itt még egy szempont van, hogy mivel alapvetően papír alatt is, tehát nem kell, hogy biztonságosabb legyen, mint a papír alatt. Ez egy pragmatikus rendszer. Igen, mindaddig, amíg van papír alapú benne, addig több fölösleges kriptográfiai bizonyítékot kell gyártani az eredményre, mert ha lehet, az papír alapban. Itt voltak valami statisztikák, hogy hányan mentek el elektronikusan, meg hogy hát azt nem hoztam el. De úgy elég sokan, tehát már mint hogy, hát nem akarok hülyeséget mondani, de ez biztos, hogy ezen a CC-n, ami ez a e-voting CC, ezen pontosan vannak ilyen adatok, hogy hányan, meg hogy, meg itt az észteknél is. Hát az észteknél gondolom alapvetően mindenki, nem? Ne, hát nem, azért azt nem hiszem. De a jogosultaknak elég nagy százaléka, de most ezt most már megírom e-mailen, meg tudom nézni, úgyhogy van ez most így fejből, hogy hányan. Itt állampolgárán nyilvánítanak, tök mindegy, hogy helyileg hol van, és onnantól szavazhat Észtországban. És nagyon szeretettel várják, hogy regisztrálj észt állampolgárnak, és hozzá létre náluk egy céget, és akkor az EU cégeron Észtországban működjön. Nem, azt mondják, hogy adókedvezményt adnak, hogy Máltát szeretnék most itt rivalizálni. Bocsánat, lehet, hogy határozottabban le kéne fújnom. A következő rendszer az maga a homomorf titkosítási rendszerek. Itt a titkosításnak a homomorf tulajdonságát használjuk ki. Ugye itt, hogyha most, pont, ugye ez nem más, mint ugye a művelettartás, tehát ez nem feltétlenül mindig szorzást jelent, itt most éppen ebben a példában itt most szorzást hoztam. Ami nagyon jól szépen mutatja, az maga az elgamal titkosítás, ugye ismerjük, hogy maga az elgamal titkosítás az, hogy működik. Ugye ez lesz itt a titkos kulcsunk, a PGH az pedig a nyilvános kulcsunk. És a K az pedig minden egyes titkosításnál, hogy ez egy véletlen paraméter. És abban az esetben, hogyha tényleg összeszorzunk két ilyen elempárt, úgyhogy az első elemet az elsővel, a másodikat a másodikkal, akkor itt látjuk, hogy a szorzat ugye tényleg a két üzenetnek, a nyílt üzenet szorzatának kapjuk meg a titkosítását. Ugye ezt néhány esetben ezt hátránynak is szoktuk mutatni. De itt most pont kihasználjuk. Tehát ugye az alapötlet a homomorf titkosításon alapuló rendszereknél, az az, hogy ez a titkos kulcs, ez legyen osztva, megosztott a titok megosztással például a szervezetek között.
Igen, és ha nem szavazat, az ugye minden egyes jelöltre mindenki elküldi a szavazatát. Itt most egy konkrét példát hoztam el, hogy használjuk ezt a rendszert. Minden egyes jelöltre mindenki elküldi a szavazatát, ugye vagy igen, vagy nem. És ez ugye maga a G ugye az a generátor elem, vagy pedig G-1. A két lehetséges szavazat, és ugye a titkosítása az az, hogy választunk egyet, és azt tulajdonképpen elgamallal ugye titkosítjuk. És mindenki a kapott, az így kiszámolt titkosított adatok, vagy szavazatokat elküldi a fogadó szervezet számára, aki ugye ezt a homomorf tulajdonságot kihasználva, ugye ezeknek a összeszorzásával kap egy ilyen értéket. Tehát, hogyha az összes kapott titkosított szavazatot ő összeszorozza, és a végén tulajdonképpen egy ilyen G a nagy térdéken értéket fog visszafejteni. Hogyha meggondoljuk, akkor ugye itt, ha ez a T az 1 és mínusz 1-et jelölhet, ugye akkor, hogyha sima G az elsőn, akkor ugye ő rászavaz, például a G a mínusz 1-en, akkor ugye nem ő rászavaz. Tehát itt ez az érték, ezt tulajdonképpen a különbözetet fogja jelölni valahol, ha majd visszafejtik. Tehát, hogy nem, hogy mennyi szavazatot kapott, hanem, hogy mennyivel többet kapott. És tudom pontosan nyilván, hogy ez itt diszkrét logaritmust kell számolni, mert a T az, amire kíváncsiak vagyunk, de itt ez olyannyira, tehát ez egy kötött érték, tehát nem arról van szó, hogy véletlen egy hatalmas nagy intervallumból, hanem ugye nyilván valamekkora különbözetet jelent, tehát azt egyszerűen csak végigpróbálgatják, és akkor ezzel valamilyen technológiával ki tudják számolni ezt a végleges értéket, tehát magát a különbözetet, és így lehet tudni, hogy ki az, aki kikerült nyertesként. Az, hogy pontosan hány szavazatot kapott rá, azt ugye nem tudjuk, de ki az, aki kikerült mondjuk nyertesként. Na most, ami nagyon fontos, ugye itt, ha végig gondoljuk, akkor van egy titkosított szavazat, mindenki elkészíti a titkosítást, minden szavazó titkosítja a szavazatát, és azt az összeset összeszorozzuk, és akkor a végeredményt azt visszafejtjük. Ha itt most valaki nem megfelelő formátumot, szavazatot küld be, akkor az egésznek lőttek. És ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen biztosítani kell a rendszernek azt, hogy a beküldött szavazat az megfelelő, titkosított szavazat az ugye megfelelő formátumú, és erre valók ugye a nulla ismeretű protokollok. Tehát úgy kell ez biztosítani, hogy semmilyen ismeretünk ne legyen arról, hogy mire szavazott. De tudjuk pontosan, hogy vagy G ad mínusz egyel szorozta meg itt, vagy az lett titkosítva. Ennek a szépsége ezeknek a rendszereknek az, hogy nagyon gyönyörűen lehet ellenőrizni globálisan. Mert ott vannak a titkosított szavazatok, és akkor utána a végeredményt, ugye nyilván titkos kulcs, hogyha visszafejtik, akkor ugye ott már lehet ellenőrizni, hogy tényleg az a megfelelő végeredményt biztosították-e vagy sem. Hogyha azt, tehát magát a végeredményt lehet ellenőrizni. A nulla ismeretű protokoll az, ami most ez azt jelenti technikailag, hogyha belegondolunk, hogy még mielőtt elküldi a titkosított szavazatát, akkor egy nulla ismeretű protokollt is végre kell, hogy hajtson maga a szavazó, minden egyes szavazó. Tehát viszonylag ez mondhatjuk úgy, hogy komplex ez a rendszer ilyen szempontból. A nulla ismeretű protokoll, itt most egy konkrét példát hoztam, itt most nekünk pont ez a fajta nulla ismeretű protokoll kell. Ugye a lényeg az, hogy ha itt megnézzük, hogy a G az x-ediken, tehát maga a diszkrét logaritmus, ugye, bocsánat, az x az itt a g a k-adikon, tehát itt a k értékek, azok megfelelőek. Itt a két esetben, tehát hogyha ugye az egyik az, hogy ezt az y értéket, azt ha megszorozzuk g ad mínusz 1-jel, akkor ugye megkapjuk a h a k-adikont, vagy a másik eset az, hogy g-vel szorozzuk meg, és akkor megkapjuk a h a k-adikont, tehát hogy ugyanaz a két diszkrét logaritmus érték az ugye megegyezik. Ez az a nulla ismeretű protokoll, ami ide szükséges. Itt ugye itt van a két érték, az x és az y érték, és akkor a diszkrét logaritmusuk, tehát az alfa, az megegyezik, ugye ez az, amit ellenőriznünk kell. Úgy, hogy semmilyen információt nem adunk ki róla. És akkor veszünk egy véletlen értéket, ugye a vevével jelölt véletlen értéket, és kiszámoljuk ezt a G a vevédiken, vagy H a vevé, vagy omega legyen vevé, és az AB ellenpárat ugye elküldjük. A verifier, tehát az ellenőrző,
az egy véletlen értéket generál, és nyilván csak akkor tudja ezt a megfelelő R értéket kiszámolni, hogyha ismeri ugye ezt az adott értéket, és az lett alkalmazva. Oké, tehát mind a két egyenlőségnek teljesülnie kell, és hogyha mind a kettő teljesül, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanaz az alfa lett tulajdonképpen az X-nél is, és az Y-nál is alkalmazva. És ismeri is ugye nyilván azt az értéket. Ez a nulla ismeretű protokollokról szerintem még autentikáció esetében lehet, hogy hallottunk, ott szokták ezt preferálni, hogy a legkevesebb információt szolgáltatja ki a titokról, ugye, amikor hitelesítünk valakit. Tehát végül is itt ennyi, ilyen rendszer, amúgy ha gyakorlatban használunk, akkor azt a Helios, azt hiszem az ilyen rendszer, ez Nagy-Britanniában az biztos, de azt hiszem Angliában fejlesztették ki, és találták ki a dizájnt is, tehát tervezték is, és fejlesztették is, és használták is. És ott az volt a vélemény, hogy nem okozott akkora gondot, hogy egy ilyen nulla, sokan használták ezt, de nem okozott gondot az, hogy ez nulla ismeretű protokollt kell a felhasználónak lefuttatnia, vagy végrehajtania. És akkor van a harmadik kategória, maga a mix netek, test megoldások, hát erre még az legelején ugye említettem egy sémát, hát ennél most egy kicsit komplexebbet szeretnék mutatni. Ugye az alapötlet az az, hogy egy ilyen szervereknek a láncolata, és a célja az, hogy egy ilyen anonim csatornát valósítson meg, tehát hogy az anonim kommunikációt biztosítja. Minden egyes szerver az összegyűjti ezeket a bejövő üzeneteket, végrehajt valamilyen kriptográfiai primitívet, ez többféle lehet, és az üzeneteket megpermutálja, és úgy küldi át vagy a következő mixnek, vagy pedig magának a címzetnek. Két nagy kategóriája van, az egyik a szabad útválasztásos, ilyenkor a szervereknek a sorrendje tetszőleges, tehát az véletlenszerűen vagy adhok döntik el, vagy a cascade, ami esetben viszont adott, kötött maga a szervereknek a sorrendje, tehát mindenki ismeri, a támadó is. És attól függően, hogy milyen kriptográfiai primitívet használunk, lehet visszafejtő, titkosító vagy újra titkosító, vagy hibrid, amikor esetleg titkosítunk is, meg valamilyen más műveletet is végrehajtunk, akár visszafejtünk is. És ez ugye tipikusan, amikor kötött a sorrend, tehát ezek a színek, ez mindig valamilyen kriptográfiai műveletet fog jelenteni, és akkor az A, B, C, D, ugye nem csak, hogy végrehajtjuk ezeket a műveletet, hanem meg is permutáljuk, és úgy küldjük a következő szervernek, és akkor a végén az pedig egy, nem lehet tudni, hogy most melyik érték az éppenséggel honnan eredt és honnan jött. Ugye nyilván ezeket a permutációkat, meg a kulcsokat titokban kell tartania a szervereknek. Hát ez akkor működik. A másik az pedig a szabad útválasztásos, amikor szintén véletlenszerűen haladnak az üzenetek. Amivel mi foglalkoztunk most az elmúlt időszakban, azok tulajdonképpen egy kicsit általánosabb, mint a szavazás. Egy ilyen egyirányú mixet próbálunk tervezni, ami bizonyos tulajdonságokkal rendelkezik. Az egyik az, hogy attól egyirányú mix, mert tipikusan a fogadó fél az általában ismert. Tehát most akár a szavazásnál is gondolkodunk, akkor egy szavazóbizottságnak küldjük be az üzeneteket, vagy a szavazatokat. Egy kicsit általánosabban is gondolkoztunk, nem csak szavazásra, hanem sok olyan eset van, amikor szükséges az anonimitás, és a beérkezett üzeneteknek a feldolgozása. Tehát például közvéleménykutatásnál, amikor szeretnénk anonim közvéleménykutatást megvalósítani, sokat gondolkoztunk a e-vizsgáztatáson, ott esetleg még túl is fejlesztettük olyan szinten, hogy jó lenne anonim módon küldeni be a vizsgákat, hogy a javító fél az ugye ne is tudja, hogy ki a beküldő, és ugyanakkor meg olyan módon, hogy a javító fél is teljesen anonim legyen. Tehát, hogy azt se lehessen tudni, hogy ki fogja javítani azokat a dolgozatokat, mert az is még objektívabb értékelést eredményezne.
De ott is van egy valaki, aki szervezi, tehát ott tulajdonképpen annyival speciálisabb a helyzet, hogy ez a szervező az vissza is küld üzenetet, ugye annak az anonim félnek, aki nem is tudja, hogy kicsoda, de mégis a megfelelő fél kapja meg azt az adott üzenetet. Tehát ezeket a rendszereket gondoltuk át, úgyhogy egy olyan elvárásaink merültek fel, hogy egyrészt hibrid legyen, értjük ez alatt azt, hogy szimmetrikus, illetve aszimmetrikus rendszereket is használunk, hogy ilyen tetszőleges hosszú üzeneteket is tudjunk. Tehát ne csak egy-egy szavazatot, ami esetleg tényleg rövid, hanem egy mondjuk dolgozatot is el lehessen küldeni. Fontos a jogosultságvizsgálat, hiszen valamilyen ilyen rendszernél mindig, ha anonimon akarjuk beküldeni, azt legalább tudni szeretnénk, hogy egy adott körbe tartozik-e. Tehát 18 év feletti, vagy befizette a, nem tudom, tandíját, és így tovább. Fontos a válasz lehetőség. Ugye ez a tipikus probléma az, hogy sokszor nem is, például mondjuk, ha amire mi gondoltunk, az a pályázati anonim beadás, pályázatoknak a beadása és értékelése, és akkor lehet, hogy szükség van visszaigazolásra, visszaválaszra, hogy esetleg még valami pótlásra van szükség, és akkor az illető még pótoljon, adjon be különböző adatokat vagy információkat. És ami a legnagyobb hátránya, és sokat támadják az anonim csatornákat, az pont maga az anonimitás. Tehát, hogy bizonyos esetekben fontos lenne az, hogy ezeket az anonimitásnak a visszavonását is megvalósítsák. Tehát gondoljunk abba, hogyha bűntényeket vagy bármi olyasmit akarnak végrehajtani, akkor bizonyos szervezet lehetősége legyen azt elérni, hogy vissza is vonhassák, és tudják, hogy ki a küldő, vagy ha vizsgáztatásra gondolunk, akkor a jegyet be kell írni valakinek, tehát mindenféleképpen szükséges. Na most, amit még használtunk, azok nem másnak, mint ezek a bilináris leképezések. Ugye itt évvel jelöltük ezeket a bilináris, jelölik ezeket a bilináris leképezéseket. Ami fontos számunkra, azaz maga a bilináris tulajdonság. Tehát úgy érdemes ezt elképzelni, hogy a G1 az tipikusan egy elliptikus görbe csoport, a G2 az pedig valamilyen véges test, tehát mondjuk egy prim testekre is nyugodtan gondolhatunk. És ha elliptikus görbék felett gondolkozunk, akkor ugye a művelet ott az csoportban ugye az összeadás művelet, tehát itt ez az AP esetén, ugye itt most tulajdonképpen, ha az A-t szeretném meghatározni, akkor az egy diszkrét logaritmust kell számolni. A bilineáritás tulajdonsága az, ami számunkra nagyon fontos, tehát maga ez, hogy ez az A és a B értékek, ezek felkerülhetnek a kitevőbe, illetve maga a kiszámíthatóság, tehát nyilván, hogy polinomiális időn belül ki lehet számolni egy-egy ilyen bilináris. Mi motiválja? Például olyan meglepő, hogy a G1 az egy elliptikus görb, G2 végeztet. Igen. Itt... Hogy ennek lesz valami szerepe, vagy az miért nézni? Találtak ilyen... Mindjárt mutatom, hogy mit találtak. Tehát végül is itt egy olyan leképezést találtak, ami, rögtön mondom, az egy lépéses kulcscserét fogja tudni megvalósítani, és ez volt itt a cél valójában. De ez mindjárt egy fél perc is ott leszünk. Itt a tulajdonságokat, hogyha ugye a bilináritás tulajdonságait, ha nézzük, akkor ugye egy néhány, tehát szimmetrikus, hát egy néhány tulajdonságot jellemző tulajdonképpen rájuk. Szimmetrikusság. Hát itt ugye az ST és a TS, ez nyilván bilináritás tulajdonság. Nem, ott kétszer G1 volt, és egyszer G2. Tehát az E-nek a leképezés. Bocsánat, azt hittem, hogy G1-G2. De attól még van motiváció, hogy itt most mi lesz a vége. Tehát itt most ez csak néhány tulajdonság, nyilván bilináritás tulajdonságai miatt esetleg ez fontos. A diszkrét logaritmus problémát itt csak egyszerűen ismertettem, hogy ugye itt additív csoport van, és itt az elliptikus görbék felett, tehát itt ebben az esetben ugye mindig nehéz meghatározni ennek az x-nek a értékét. Ami fontos és érdekes itt ebben a
világban az maga, ugye kétféle kiszámítható, kétféle Diffie-Hellman probléma van, ugye az egyik az maga kiszámíthatósági probléma, ez megvan a prim testeknek a multiplikatív részcsoportjában is ugyanez a probléma, tehát hogy adott ugye maga, gondoljuk így a generátorelem, az AP és a BP értékek, és akkor ugye a ABP értéket nehéz kiszámolni. Ezekből az adott értékekből gondoljunk, ez tipikusan a Diffie-Hellman kulcsere az, ami mögött ugye ez a probléma áll. És itt is látjuk, hogy tehát amikor simán csak kulcsot szeretne cserélni, akkor ugye nyilván ez egy lépésben így meghatározható, hogy elküldi egyik a másiknak, és itt is működik. Ami speciális a bilináris leképezésekhez tartozó Diffie-Hellman probléma, az ugye tulajdonképpen ez a bilináris Diffie-Hellman probléma. Itt adott a generátorelem, és akkor adott a AP, BP, CP, tehát három másik elem. És amit nehéz kiszámolni, az ugye ez az érték lesz. Na most, hogyha belegondolunk, akkor ami... Ugye a bilináris tulajdonságok miatt, ha megnézzük ezt az értéket, ugye ezt nehéz ezekből az értékekből kiszámolni, és ami ugye nagy eredménye volt ennek a rendszernek, az az, hogy ha belegondolunk, akkor három fél egy lépésben tud kulcsot cserélni. Mert ezek lesznek a nyilvános kulcsai a három félnek. Nyilván az A, B, C értékek maguk azok a titkos kulcsok. És akkor mivel ezt az értéket ugye ezekből nehéz kiszámolni, ugye feltételezve persze az, hogy egy külső nem ismeri az ABC értékeket, ugye kiszámolni nem tudja és nem is ismeri, akkor látjuk, hogy egy közös kulcsot ez a három fél az gyönyörűen ki tudja számolni. Tehát veszi a másik két félnek a nyilvános kulcsát, és ő a saját titkos kulcsára emeli. Hasonlóan, ugye mindenki csak a saját titkos kulcsát ismeri, illetve a másik két félnek a nyilvános kulcsát. Tehát egy lépésben tud a három fél kulcsot cserélni, ami amúgy nyilván az eddigi ismereteink alapján két lépés, két körből lehet megoldani. Nem hallottam. Ez felszokták tenni ezt a kérdést. Aztán van valami eredmény, de még nem. Tehát erre ez nem lehet nagyon könnyű. Ezen dolgoznak. Ez a legjobb. Értek már-e valamilyen eredményt, én úgy tudom. De. Na most ami szép, az a, ugye az eldönthetőségi probléma. Ez szintén van a primtesteknek a multiplikatív részcsoportjában. Ugye adott a ugyanez a három érték, bocsánat, a két érték, ez most a sima Diffie-Hellman, tehát a generátorelem az AP és a BP, és nem ki kell számolni az A-szor BP, mert ugye az a kiszámíthatósági probléma, hanem eldönteni azt, hogy ez a CP érték, ez az lesz-e, az az érték lesz-e. Tehát ugye ez a kettő között a különbség, az egyik esetben ki is kell számolni ebből a három értékből ugye ezt az értéket, a másik esetben az eldönthetőségénél csak el kell tudni dönteni, ugye polinomiális időn belül, hogy ez az érték, ez az lesz-e, vagy sem. Tehát van egy alternatíva, amihez viszonyítunk. Ez ugye például a primtestek multiplikatív csoportjában ez egy nehéz problémának bizonyul még mindig, de ha itt megnézzük, akkor pont a bilineáris leképezések miatt ugye ez könnyűvé vált. Mert egyszerűen ezt az értéket ki tudom számolni, ugye ez alatt és a P. Ezt az értéket szintén ki tudom számolni az APBP segítségével, és egyszerűen csak összehasonlítom a két értéket. Tehát itt volt az a nagy eredmény, hogy a Diffie-Hellman eldönthetőségi probléma könnyűvé vált, de persze itt, ahol ezeket a bilináris leképezéseket értelmezni lehet. Tehát ennyit, hogy miért használtuk. Pont az az ötlet, ez a közös kulcs erre lett az ötlet, ami miatt használtuk. Ugyanis mi ugye szeretnénk elérni azt, hogy visszavonható legyen az anonimitás, és ez tulajdonképpen ezzel az egyenlőséggel, tehát a három fél szervezet tudja együttesen, tehát hogy ennek a segítségével lehet végül is, nem együttesen, ez így nem pontos, de ennek a segítségével lehet ezt a visszavonást, ezt végrehajtani, illetve ellenőrizni.
protokollunk a következőképpen működik, vannak a küldők, és van két, tehát maga a hivatal, ez egy regisztrációs hivatal, illetve vannak a maga a MixNet, ugye a szerverekből álló rendszer. Most úgy, itt a mi esetükben úgy vettük, hogy az utolsó szerver az tulajdonképpen a fogadó fél lesz, tehát az pont a receiver. És látjuk, hogy ez a küldő, ez hitelesíti magát a regisztrációs hivatallal, és elküldi a MixNet, veszünk egy véletlen értéket, és ez az így keletkezett összeget küldjük el. Tehát ezzel valójában vakítjuk ugye ezt a hash értéket. Mivel itt van a rendes azonosító is, lehet ellenőrizni, hogy jogosult-e például arra, hogy üzenetet küldjön, és hitelesíti abban az esetben, ha jogosult. Tehát itt ez egy aláírás. Itt lehet, hogy nem látszik elsőnek, mert ez ugye nem az RSA hagyományos aláírás, de ez itt egy aláírás, ha megszorozzuk ezt az értéket, ez a titkos kulcssal. Hasonlóan, mint az előző, vissza lehet ezt a vakítást, meg lehet szüntetni, és az ellenőrzés, megnézzük, akkor itt a végén kaptunk egy S-sel megszorozva ezt a hash értéket, ez nem más, mint ennek az üzenetnek az aláírása. Az ellenőrzése, az pedig a bilináris leképezés segítségével történhet. Tehát a nyilvános kulcs az itt szerepel, az üzenet hash értéke itt szerepel, és akkor itt ez azt jelenti, hogy ennek meg kell egyezni ez az aláírt üzenet, és ez pedig a generátor. Ugye a bilináritás miatt így gyönyörűen lehet ellenőrizni, hogy az aláírás érvényes-e vagy sem. Itt végül is van egy vak aláírás. Ami fontos, itt két érték kerül ki a nyilvános hirdetőtáblára, a mű és az epszeni, ezeknek a szerepe az a visszafejtés, anonimitás megszüntetéséhez, vagy visszavonásához szükséges. Tehát, hogyha most szavazásra akarjuk használni ezt a rendszert, akkor itt ez egyáltalán nincs. Ugyanis akkor nincs is rá szükség. Ha valami másra szeretnénk, például vizsgáztatásra akarjuk használni, akkor viszont szükség van arra, hogy ki az, aki beküldte ezt az üzenetet. Tehát mindenféleképpen egyedül a regisztrációs hivatal ismeri ugye magát az azonosítót. Ez a mű, ezt gondolhatjuk úgy, mint egy elkötelezettségi értéke az U-nak, az epsilon-i pedig tartalmazza magát az azonosítóját a küldőnek. És az üzenet ezek után ugye megvan az aláírt üzenet, illetve generálunk egy véletlen értéket, és ezt az üzenetet kell elküldeni a szervereken, a mixneten keresztül. Na most itt ezt az üzenetet, ugye amit itt P-vel jelünk, minden egyes szervernek a kulcsával, tehát itt szimmetrikusan titkosítunk az megfelelő kulcsával. És tehát kell ilyen szimmetrikus kulcsokat generálni. Ezeket a szimmetrikus kulcsokat a küldő is ki tudja számolni a megfelelő értékbe, illetve a megfelelő szerver is ki tudja számolni. Tehát itt látjuk, hogy itt is a bilináris tulajdonságot azt kihasználtuk. Tehát itt szimmetrikusan titkosítva elküldjük. Nem akarom nagyon részletezni, itt nyilván ez az M1 az a tartalmazza a titkosított üzenetet, és van még hozzá egyéb megfelelő üzenet is. És akkor minden egyes szerver az nem csinál mást, mint ugye ezt az üzenetet kapja meg, szoroz megfelelő véletlen értékekkel, illetve végez egy visszafejtést, és küldi a következő szervernek, amik szintén bizonyos műveleteket szorozza ezeket az értékeket. Tudni kell, hogy amivel megszorozza, az tulajdonképpen egy AEB érték, ez nem más, mint a titkos kulcsának. Az EMI az a titkos kulcsa lesz, tehát titkos kulcsal szorzott valamilyen formátumba, és megint visszafejti. És akkor teljesen eljutunk az utolsó szerverhez, a fogadóhoz, aki ha már visszafejti az üzenetet, akkor megkapja a nyílt üzenetet, illetve ő, ami alapján ugye tudja az aláírást ellenőrizni, illetve ezt a speciális műi értéket is tudja ellenőrizni, ami lehetővé teszi azt, hogy az anonimitását is visszavonja. És ezzel végül is, nyilván ez már határidő, ha szavazásra gondolunk, akkor ez már a határidő lejárta után történik meg, tehát az üzeneteket ki lehet számolni, és össze lehet számolni magát a végeredményt. Még egyszer mondom, akkor, hogyha szavazásról van szó, ezek a műértékek nincsenek itt. Hivatalosan.
Hát akkor ki sincs, tehát már eleve meg lehet ezt oldani, úgyhogy már akkor ez a kulcsgenerálás rész sem történik meg, ugyanis akkor nincs erre szükség, és akkor... Tehát ez egy olyan rendszer, ami általánosan használható, és akkor megfelelő modulok azok nem szükségesek. Ha visszavonni szeretnénk, ugye a mű az, aminek a segítségével vissza tudjuk vonni a anonimitást, és egyszerűen a mix szerverek részt, tehát megint mindegyikre szükség van, és a titkos kulcsa segítségével együttesen tudják ténylegesen visszafejteni, hogy ki is lesz az a illető, ugye az Epsilonit tartalmazza. És akkor itt lehet látni, hogyha egy kicsit nézzük a magának a bilinearitásnak a jellemzőit, hogy a legelején ugye az a regisztrációs hivatal tárolta, és kiszámolta, és tárolta ezt az Epsilon-i értéket, a küldő az folyamatosan ellenőrzi, illetve ha megadja ezt a titkos értéket, amit használt, akkor nem szükséges ez az egész mixnetnek a bevonása ahhoz, hogy visszavonják a anonimitást, illetve a másik eset pedig az, hogy maga a fogadó fél fogja visszavonni, hogyha nem vesz részt ebben a... Tehát elképzelhető az, hogy mondjuk a küldő az nem szeretné megkapni az egyes dolgozatát, nem akar részt venni, akkor pedig ugye a fogadó fél is vissza tudja vonni, és a magát az anonimitást ki tudja számolni ezt az epsilon-i értéket. Tehát itt valójában itt történik meg ez a hármas kulcsnak a kiszámolása. Itt a titkos vagy a szavazásra vonatkozóan azért úgy, ahogy összeszedtem a különböző jellemzőket, mint a többi esetén, hogyha titkosságot akarjuk, tehát hogy ki mire szavazott, ugye itt anonim csatornát valósít meg ez az egész mix hálózat, vakaláírást használt. Szíves, hogy a szervek ne fogjon össze. Ha nincsen mű és nincs epsiloni, akkor nincs információjuk elegendő. Egy részeket nézünk követni. Lehet, hogy nem teljesen. Igen, tessék? Nem kicsi betűk, hanem sok betű van. Hát ezek a... Tehát abban az esetben, hogyha itt a regisztrációnál nincs a műi epsiloni, akkor egyszerűen a regisztrációs hivatal az kapott egy véletlen értéket, és ennyit tud. Tehát hiába fogna össze a fogadó féllel. Ugye ő is akkor, ha visszavonás szükséges, akkor ellenőrzi ezt a műi értéket, és akkor tudja kiszámolni ezt az értéket. Tehát az MP, ez le sincs generálva abban az esetben, hogyha szavazásról van szó például. Nyilván határidő után fogja a fogadó fél kiszámolni, miután beérkezett az összes szavazat. A bulletin boardon, tehát a nyilvános hirdető táblán ott szerepelhetnek a értékek. Na most itt nyilván, ami ezt gondolhatjuk nyugodtan bulletin boardnak, nyilván a műi nélkül, és akkor ez egy véletlen érték, ami egyedi, tehát ez alapján lehet azonosítani a küldőnek, és ezt elviekben ő ismeri csak. Vagy pedig megkapja maga a fogadófél, de ő meg nem tudja, hogy ki küldte azt az értéket. Az univerzális ellenőrizhetőség az, hogyha minden szavazó az, aki beregisztrált a szavazás, tehát itt is ugye van egy regisztrációs fázis és van egy szavazó fázis, akkor ezt lehet ellenőrizni a műveleteket, de abban az esetben, hogyha kimarad, akkor nyilván maga a fogadófél is lehet felszavazatot, hiszen lehet látni, hogy a számosság különbözik. Hát a megvesztegethetetlenség és zsarolhatatlanság ez nem teljesül, hiszen pont az a véletlen érték, ami alapján a személyes ellenőrizhetőséget biztosítjuk, pont az fogja, ha az kiszolgáltatja, vagy megadja előre maga a támadó, akkor azt végigkeresheti és megnézheti. Tehát ezen még dolgozunk, hogy ebben a speciális esetben mi történik, de most még egyelőre az egész teljes mixnetet. Tehát ez tényleg ez a tulajdonság, ez eléggé szavazás specifikus tulajdonság. Köszönöm a figyelmet. Ilyen technikai megoldások vannak a megvesztegethetetlenségre.
mondta, hogy dolgoznak rajta, de konkrétan milyen lépéseket lehet tenni? Hát valami olyasmit úgy kéne változtatni, hogy tehát nyilván ez az ASI érték, hát az az igazság, hogy ennek a szerepe az is, hogy visszaküldeni is lehessen üzenetet. Tehát ugye így tudjuk, hogy ki az, akihez kerül. Tehát azt mondhatjuk azt, hogy ki lehet hagyni, de akkor személyes. Tehát ez még egyelőre nem tudom, még csak tényleg ott vagyunk, hogy ez majd. Most egyelőre ilyen formális elemzésével vagyunk elfoglalva, hogy milyen feltételek mellett lehet biztosítani a biztonságát. Hát ez biztos, hogy ez nem szerepelhet itt így ebben a formátumban. A Billin, hogy mi volt a kérdés? Vissza. Minden specifikus, ez a konkrét. Vissza. De hogy mi volt a motiváció? Vagy ezek a tulajdonságok? Ezek a páros, tehát hogy van rá példa, mert ugye itt most leírjuk, hogy tulajdonképpen milyen elvárásaink vannak egy ilyen leképezéssel kapcsolatban, és a konkrétan két ilyen párosítást ismerünk, amit vagy ismert is használhatnak. És ugye ezekben az esetekben tipikusan, egy kicsit gyors volt, ezzel az esetekben tipikusan ugye a G1 és a G2 az a két csoport.